Hello, sziasztok! Üdvözletéket újra itt a csatornámon, én Timi vagyok, és ma egy pizzát fogunk készíteni, ilyen maradék kajákból. Van itthon kolbász, és nem fog elfogyni, a férjem ma már megyen el dolgozni, és ha ő nem eszi meg azt a kolbászt, senki nem fogja. És pizzát sütünk maradék dolgokból, azért, hogy a kaját is megmentsük, a férjem is vigyen belőle, úgyhogy ha érdekel, hogy hogyan készült el a pizza, mit tettünk rá, és hogyan készítettem, akkor ne menj sehova, maradj itt velem, és készítsük el együtt a pizzát. Fél kiló lisztet egy magas falu edénybe raktam, egy pici sót raktam az oldalára, és hát szemre egy kis kanál cukor, víz, és felfutattam benne egy fél csomag friss élesztőt, már kapsz, kezd habosodni, ezt bele fogom helyezni, kettő kanál olaj megy még bele, és ezt bedagasztom. Persze, hogyha még kell hozzá még egy kis víz, hogy könnyű, puha tésztája legyen, akkor még pótolom vízzel. Bedagasztom, lefóliázom folpakkal, frissen tartó fóliával, az alatt nagyon szépen meg kell, és utána szétnézzünk a hűtőbe, mert ez egy ilyen kaja megmentő pizza lesz, maradék kolbász, maradék szalonnak is fonyat, paradicsomok, paprikák, minden kerül rá. Sajtunk nincs, viszont van még itthon egy kis tehén sóstúrónk, azt fogjuk ráreszelni, úgyhogy megmentő pizza lesz, amit a hűtőben találunk, azt fog rákerülni. Hát kb. Így néz ki a bedagasztott pizza, tészta. Őszinte leszek, nem szoktam hűde sokat agyondagasztani, nekem ahhoz se türelmem, se kedvem nem szokott lenni. Mégis meg szokott kelni, nem lesz kemény a tészta, szóval nem olyan, hogy nincs jól kidagasztva. Én ennyire szoktam, ez az én módszerem, biztos ahány ház annyi szokás. Ennyi, meg van dagasztva, megy rá a fólia, és hagyjuk keljen meg. Addig megnézzük a hűtőbe, hogy mit találunk ételmegmentésre. Ezeket találtam a hűtőbe, van itt ilyen főzőkolbászunk, szalonna, ilyen fonnyattabb paradicsomok, egy fonnyattabb paprika, van itt valami sajtunk is, egy pár lapka már kezd száradni, és ilyen kétfajta tehén túró. Úgyhogy ezekből fogom elkészíteni. Teszek még rá puszba gombát, kukoricát, és lehet tonhal is fog kerülni, meg hagyma rá. Úgyhogy ezekből fogjuk készíteni a pizzánkat. Elhasználunk minden kis fonyadékot a hűtőből, plusz a túrók is már lassan 5 naposak, 6, és így nem biztos, hogy már el fog fogyni, hogy így simán esszük. Jövök majd a folytatással, mikor kenem, szeletelem, vágom, aprítom és sütjük is. Van nekem egy segítségem. Böngyör! Csubakka, nézd már ide, le lett kopaszítva. Lacsus! Nézzétek, milyen szép tiszta gyerek. Na szóval, kikészítettem a lapocskát. A tésztám megkelt, nagyon szépen. Nagyon gyönyörű. Fel van minden vágva, két tepsi kikészítve. Gyors teszem bele a sütőpapírt, kinyújtjuk a tésztákat, megkenjük, és míg a tészták, pizzák sülnek, addig bekeverünk egy piskótát, amit beteszünk jó sok epret, és csinálunk egy epres piskótát, és száraz paszúj leves van, pizzával és az epres piskótával. Na, nyújtsuk gyorsan kifele, és készítsük el őket.
végeredmény, hát ez egy nagyon jól megpakolt pizza lett. Nagyon sok minden van rajta. Így néz neki. Hát ezt berakom és sütöm. Meg nem mondom nektek, hogy meddig. Ameddig én úgy gondolom, hogy elkészült. Igen. Alsó felső sütésen 180 fokon, ameddig elkészül. Kisült a pizzánk. Igen, azt mondom, hogy a sajt az nagyon hiányzik róla, jobban néznek ki avval az olvadt sajttal, de nem volt itthon. Csak ez a kis pár szelet sajt, meg túró, amit ráleszeltünk. De így is biztos vagyok benne, hogy el fog fogyni. Ketchuppal, mosdéjjal, ketchuppal, majonézzel rajta. Isteni finom lesz. Az egyik kisült, a másikat most tettem be. Így hát 12 óra. Pont időbe ki fog sülni, hogy még Erikért is elmenjünk óvodába. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Lájkoljatok, és találkozunk egy következő videóban. Puszillak titeket, kellemes délutánt, kedves hétfői napot nektek, puszi, sziasztok!